elmondani, hogy szeretettel üdvözölünk mindenkit a vízművek nevében, Bácsőlősen, ugye ahol hivatalosan is működésbe hoztuk ugye ezt a vízgyárat, ami már 2010-ben ez a projekt elkezdődött, ugyanis Bácsőlősen extrémen magas az alazén koncentráció az ivóvízben, és holland kollégák, ugye, akik úgy gondolták, hogy megpróbálkoznak egy ilyen kihívással, hogy egy olyan ivóvízkezelő üzemet létesítsenek itt, részben az ő donációjukból, részben pedig a vízművekéből, hogy megpróbálják ezt az extrémen magas arzén koncentrációt levinni ugye a törvény által előírtnek, ez a 10 mikrogram per liter. 2010-ben el is kezdődött ez a próbaüzemi kísérlet. Itt Bácsőlősön, ami sikeresen ugye véget is ért, és utána úgy döntöttünk, hogy engedélybe bocsátkozunk, tehát hogy engedélyt kérünk erre az üzemre. Az engedélyt nem olyan rég meg is kaptuk, ami azt jelenti, hogy hivatalosan is ugye ezt a megtisztított, jó minőségű kezelt ivóvizet ugye a lakosság számára tudjuk a hálózatba bebocsátani. Itt szeretném kiemelni és megköszönni ugye a holland félnek, a holland partnereknek a részvételt, illetve a donációt is ebben a projektben. Méghozzá ugye a Branislav Petruszewski urat, ugye az Aquadertől Hollandiából, a holland vízműveknek, a Vitensnek, illetve egy holland non-profit szervezetnek, ez a Water Our World, Water is Our World szervezetnek a részvételét, illetve a segítségét, technikai segítségét és az összes erőfeszítést, amit befektettek ennek a vízműnek a sikeres működtetésébe. Szeretném átadni szót a helyi közösség elnökének, Katona Robertnak. Szabbi predeo reč predsedniku mesne zajednice Bački Vinograd. Tisztelettel üdvözölnék mindenkit itt nálunk Királyhalmon. Nagy öröm számomra, hogy végre eljött ez a pillanat, amikor immáron a rákapcsolt víztisztító előtt állunk, hiszen köztudott, hogy Királyhalmán extrém magas arzéntartalom volt a vízben. Talán az egész Balkánon nincs még ilyen kihívó eset, ahol 200 mikrogram fölé termelődik az arzéntartalommal az ivóvízben. Úgy gondolom, hogy Királyhalmiak fellélegezhetnek, hiszen most már tisztított, arzénmentes ivóvizet tudnak inni, és ez nagyon sokat jelent. És szeretném mindenkinek megköszönni, aki részt vett ebben a projektben, és ugye csak remélni tudom, hogy ezek után a következő lépés ennek a vízhálózatnak a bővítése, amikor már el tudjuk mondani, nem csak a falunak, a lakosok számára, a lakosoknak a 33%-a csatlakozik a vízhálózatra, hanem közelítsünk a 100% felé. Tehát még egyszer megköszönném mindenkinek, érezzék jó munkat Királyhalmon. Katona Robert, Királyhalmi helyi közösség közgyűlésének elnök. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én is öröm számomra, hogy végre ez a projektum olyan fázisba került, hogy használatba tudja venni a település, a falu. Ez az objektum, amely megkapta a használati engedélyt is, és minden további nélkül azt mondom, hogy a teljes üzem használható a lakosok számára. Az önkormányzat számára az elkövetkező időszakban egy komoly kihívás lesz, hiszen az üzemnek a kiépítése és a használatba helyezése az első fázis, vagy az alapja annak, hogy tudjuk bővíteni Királyhalmán is a vízvetékhálózatot, másodszorra pedig ez az üzem kellene, hogy képez az alapját annak, hogy tudjuk bővíteni a vízvetékhálózatot Agyőres településre és Kudarc településre. Azt gondolom, hogy az önkormányzatnak, illetve a szabadtéri vízveknek az elkövetkező időszakban megvannak az alapfeltételek, hogy partnerizottan bővítsék a vízvetékhálózatot ezeken a településeken, és ezt a kérdést megoldjuk, hiszen óriási gondot jelent az, hogy még a mai napig is hajdújárásban is tud azt, hogy nincsen vízvetékhálózat, és nincsen vízvetékhálózat a Tavantúton is jutó településeknek se, és erre vonatkozóan lehet egy példa arra, hogy esetleg Tavantút is jutó településekre vonatkozni, hogy hogyan lehetne megoldani ezt a kérdést, nem szóval kell, hogy csővezetéken vezetve a vizet, hanem esetleg egy ilyen kisebb üzemnek a építés.